Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Új ingyenes előadássorozat indul Székesfehérváron a Technika házában, ahol majd arra kaphatunk tanácsokat, hogy miként maradjunk fittek és életerősek, illetve szóba kerülnek majd a tej és tejtermék kérdések is. Itt van velem a stúdióban Juhász Zsolt dietetikus, aki majd az előadásokat is tartani fogja. Üdvözlöm, köszöntöm nálunk a stúdióban. Üdvözlöm. Nos, hát kezdjük tulajdonképpen onnan, hogy kiknek fognak szólni elsősorban ezek az előadások? Hát gyakorlatilag, hogy az első előadás a tejkérdést fogja érinteni, a második, harmadik pedig a 40 éves kor fölötti férfiakat és nőket, de átfogóan azt mondhatom, hogy gyakorlatilag mindenkit, aki szeretne valamit tenni az egészségéért, szeretné kicsit javítani, kihozni a legtöbbet, ami még kihozható, és aki érdeklődik az egészséges életmód iránt, azt szeretettel várjuk. Miért pont ezek a témák kerülnek középpontba? Jó kérdés. Az első téma azért fontos, mert nagyon sok információ kering a világhálón, a köztudatban, és nagyon nehéz eligazodni, főleg szakmai szemmel, hogy most mi az, amit valóságnak fogadjunk el, ami reális, és mi az, ami csak egy újabb divat hóbort. A második, harmadik előadás a 40 éves korosztály fölötti embereknek az egészség megőrzése azért fontos, mert keveset beszélnek róla, és nagyon sok embert érint. Ugye öregödőben van a társadalmunk, egyre több a 40 pluszos ember, és nem mindegy, hogy az élete hátra lévő részét azt egészségesen fogja tölteni, fitten, vitalitással teljesen, vagy pedig betegeskedve, gyengén. Ugye az első előadás az szeptember 24-én lesz, és a tejtermékek kerülnek majd fókuszba. Milyen tévhitek keringenek az interneten akár, vagy bárhol, hol lehet találkozni, vagy milyen tévhitekkel lehet találkozni? És mi a valóság? Igen, a valóság az egy jó kérdés, mert minden dologról lehet legalább kétféleképpen beszélni és érvelni, és hihető érveket felhozni. A tejkérdéssel kapcsolatban viszont ott azért már lehet olyan tényekre támaszkodni, amik azért megállják a helyüket. Ugye alapvetően Magyarországon a köztudatban és a szakmának egy jelentős részében az a elképzelésé, hogy naponta fél liter tejet vagy azzal egyenértékű tejterméket kell fogyasztani, az egészséges csontokért megfelelő fehérje bevitel miatt, a kalcium bevitel miatt, stb. Stb. Hiszen a tej az egy teljesen komplett olyan élelmiszer, amiben minden benne van, amire az embernek, a fejlődő embernek szüksége van. Ez alapvetően abszolút igaz, csak a fehérje kérdésnél, hogyha egy pillanatot időzünk, akkor ugye az, hogy teljes értékű fehérje, eszenciális aminosav, meg komplett, az egy picit összetettebb, mert igaz az, hogy a tejben, tejtermékben az állati eredetű fehérjék, azok teljes értékű, komplett fehérjék, tehát tartalmazzák az összes eszenciális aminosavat. Viszont az már nem igaz, hogy az emberi szervezetnek erre van szüksége, mert másból nem tud fehérjét, izomszövetet, stb. Építeni, hiszen ugye nem fehérjeként szívódik föl a fehérje sem, hanem aminosavanként és aminosavanként hasznosul, és az, hogy egy növényben nincs benne az összes eszenciális aminosav, az nem probléma, mert ami mondjuk gabona, tegyük föl triptofán hiányos, vagy lizin hiányos, teljesen mindegy, azt egy másik növényből tudjuk pótolni, és így már komplett fehérjét tud a szervezet összeállítani. Tehát az, hogy a fehérje szempontjából létszükség a tejfogyasztás, az nem igaz sajnos. Aztán a kalcium, ez megint egy érdekes kérdés, ugyanis a statisztikák azok azt mutatják, hogy egy országban minél magasabb a tejtermék fogyasztás, annál nagyobb a csontritkulásnak az aránya. Na most ezzel az információval lehet mit kezdeni, gondolkozni rajta. Ez tényszerű, tényleg nagyon sok országban területen ezt találták, illetve a tejnek a felszívódás, ugye a laktóz felszívódás, laktáz enzim hiánya, nem megfelelő működése túlérzékenységet okoz, emésztési problémát okoz. Ugye a világ lakosságának az 50x%-a nem tudja megemészteni a tejet, hiszen csecsemőkor után ez az enzim már nem funkcionál normálisan. És egy érdekes kérdés, az allergia kérdés, az megint egy érdekes kérdés, hogy ugye az emberi tejben, anyatejben albumin van inkább, a tejben pedig inkább a
a kazein, és ugye ennek a fehérjének az emésztése allergizál sok esetben, úgyhogy nem is tudjuk, hogy mi a probléma, csak a tüneteket produkáljuk. Ezen is van mit gondolkozni, aztán az antibiotikum, a hormon kérdés, az állatbetegségek kérdése, ami mind-mind a tejben benne van, ugye a pasztörizálás az egy 70 pár fokos hőkezelést jelent, ahol nem biztos, hogy elpusztul minden olyan kórokozó ágens, amit szeretnénk, hogy elpusztuljon. Szóval ez mind-mind egy olyan probléma csomag, amivel számolnunk kell. Tehát én nem akarom azt mondani, hogy a tej a legnagyobb fő ellensége az emberiségnek, de azt viszont szeretném mondani, hogy gondoljuk át az egész tejfogyasztás kérdés, ha bármilyen emésztési problémánk van, aggályunk van, nézzünk utána, járjunk utána, menjünk el szakemberhez, és ezzel el tudjuk dönteni majd, hogy vállaljuk-e ezt a fajta rizikófaktort, vagy pedig nem. Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, akkor a tejtermékek nem szükségesek feltétlenül az étrendbe, akiknek esetleg valamiféle allergiájuk vagy érzékenységük van, azoknak kifejezetten káros, viszont akkor nem ördögtől való, hogyha alkalomattán valaki megeszik egy joghurtot, vagy esetleg elfogyaszt egy pohár tejet. Igen, én is azt mondom, hogy alkalomattán mértékkel azért lehet, de úgymond vallást csinálni belőle, hogy igenis a tej életerő egészség, és a jó csontok, és a fejlődés, meg a gyerek, és emiatt nyomjuk a tejfogyasztást, azért ez nem teljesen így van ma. Lehet, hogy 100 évvel ezelőtt, 50 évvel ezelőtt, amikor a tehenek szabadba legeltek, tiszta vizet ittak, eleve mozogtak, eleve kaptak a D-vitamint, a napsugárzást, meg minden, amire szükség van az egészséges üzemeléshez, az biztosítva volt. Ma viszont az átartási körülmények azért nem olyanok, mint amit mi szeretnénk így látni. Tehát azért van mit ezen is így filozófálgatni. És ugye számos alternatíva is van. Tehát vannak a növényi tejek, akár túrórudik is vannak már ilyen növényi alapanyagokból. Azok, ami a helyzet? Hát attól függ, hogy miért akarjuk pótolni, hogyha az ízét szeretnénk megtalálni, akár a mandultejben, szójatejben, ristejben, az állagát, azt a közeget, ami miatt a tejet fogyasztjuk, reggeli műzlit elképzelhetetlennek látjuk egy fehér folyadék nélkül, ugye nem lehet vízzel inni, vagy gyümölcsével, az nem olyan. Tehát, hogyha a funkció inkább az érzések, meg az íz, akkor teljes mértékű pótlással tud lenni. Ha viszont beltartalmat keresünk bennük, akkor ez már nem biztos, hogy fog úgy funkcionálni. A fehérjetartalom az, ami nem lesz meg, a zsírtartalom sem lehet meg, feltétlenül a kálcium tartalom sem lehet meg, ugye az alapanyag beltartalmából adódóan. Viszont ezeket a tejeket sokszor már dúsítják különböző vitaminokkal, olyan komponensekkel, ami valóban jó. Nem hiszem, hogy szegényebb lenne az élet esetleg tejfogyasztás nélkül. Az élvezet értéke az majdnem ugyanolyan a gabona a növényi tejeknek. Érdemes egy próbát tenni, hát ha megízlik, megtetszik valakinek. Mi egyébként, miként tevődik össze a helyes táplálkozás? Tehát, hogyha a tejtermékeket ki is hagyjuk belőle, akkor miként lehet helyesen táplálkozni? Mikor teszünk jót a szervezetünkkel? Nagyon jó kérdés. A legfontosabb tényező a kevés. Tehát az, hogy mit, az a második szempont, az első szempont az, hogy mennyit. Általában szerintem legalább kétszer annyit fogyasztunk kalóriából, élelmiszerből, mint amennyit kéne. Ugye az átlag kalória szükségletünk az nőknek olyan 1600 kalória, a férfiaknak 2200, és körülbelül 1000 kalóriával többet fogyaszt mindenki, mint amennyi szükséges. Ezért van az, hogy 5-10 év alatt egy 5-10 kiló mindenkire rádakodik. Tehát a mennyiség a legfontosabb, hogy kevesebbet. Az időpont a második, hogy mikor. Ugye van az a mondás, hogy reggeliz úgy, mint egy király, ebédel úgy, mint egy polgár, aztán kódus módjára vacsoráz. Ez abszolút igaz. Tehát a magyar ember főétkezése a vacsora eleve egy hibás helyzet. Vacsorára minimálisat szabad csak enni. Tehát az, hogy mennyit, az, hogy mikor, ugye keveset, vacsorára ne. Vörös húsokat, zsíros húsokat, zsíros tejtermékeket minél kevesebb mennyiségbe. Koffeint, különböző élvezeti szereket, cigaretta, alkohol alap. Tehát erről kár is beszélni, mert tudjuk azt, hogy ezt el kell hagyni. Olajos mag nem fogyassza a magyar ember. Mandula, kesudió, dió, akár egy marokkal reggeli műzlibe, akár a főétkezésekhez. Ami nagyon fontos, a megfelelő zsírsav összetételi olajak fogyasztás, omega-3 zsírsav fogyasztás nagyon-nagyon gyenge
Azt hiszem az omega 6 meg a 3 arány 1 a 30 az országban, 1 az 5-nek kéne lennie, tehát hogy van egy 6-szoros elmaradásunk omega 3-ba, területén magolaj, liget szépe, olaj nagyon jó, ugye a halolajuk is jó, csak a halolajban a koleszterin van, ezzel számolni kell. A magyar lakosság koleszterin fogyasztása 531 mg naponta, az ajánlott az 300, én azt mondom, hogy 200 mg, viszont 5 mg koleszterin fogyasztás nál kezd el az érrendszer tisztulni. Tehát az 531 az 5-höz viszonyítva nagyon-nagyon rossz, ezért inkább növényolajokba gondolkoznék, ha meg a 3-at szeretnék bevinni, folyadékfogyasztás, ugye naponta 2 liter víz, ha lehetséges, és a mozgás, ugye nem csak a táplálkozásra kell szűkítenünk az egészséges életmód kérdését, hanem a mozgás ugyanolyan nagy fontossággal bír, mint a táplálkozás. És ugye akkor érintettük az első előadást, a második november 5-én lesz, a harmadik december 17-én, de hogyha jól sejtem, azért egy picit most azért belekóstoltunk a második és a harmadik előadás témájába is, hogyan maradjunk fittek, és hogyan őrizzük meg az életenergiánkat. Egy picit, hogyha ebből is kérhetnék egy ízelítőt, hogy ezen a két előadáson mi fog elhangzani. Az élet maga. Hogy kell élni, mert ugye 40 éves kor után az átlag magyar ember az már csak túlél. Tehát az a projekt, hogy túlélje valahogy a következő, nem tudom, 20-at, de már nem lehet beszélni egy magas életminőségről, amikor az ember fit, amikor a vitalitással teljes, amikor kipihenve kell föl reggel, amikor az öltözködését mondjuk a hangulata határozza meg, nem pedig az, amit fölvehet magára, mert mindenki hordoz magával egy 5-10-20 kilót túlsúlyt. Tehát egy csomó olyan terhelés alakul ki 40 éves korára az embernek, amitől már szenved egyszerűen, nem érzi magát komfortba. Ami jó hír, hogy ez visszafordítható, tehát hogy nem kell úgy eltöltenünk az elkövetkezendő 10 évet, hogy ez a helyzet romlik, lehet javítani. Ugye a nőknél figyelni kell a hormonális változásra, ugye a menopauza megváltoztatja a hormon háztartásunkat, sokat, ebből adódóan sok minden felborul. Tehát az a nő, aki mondjuk 40 éves koráig élt egy bizonyos fajta életvitelt, és ugyanezt folytatja mondjuk 40-től 50-ig, 50-től 60-ig, észre fogja venni, hogy teljesen más a hatása. Miért? Azért, mert az ösztrogén-progeszteron termelés visszaesik, átalakul, megváltozik, ugye így a hízásra hajlamossá válik a nő, szív- és érrendszeri megbetegedés szempontjából az ösztrogén az védi a női szervezetet, tehát ameddig valaki menstruál normálisan, addig nem fog infarktust kapni, viszont amikor ez abban marad, kap egy infarktust, miért? Ugyanazt csinálja, ugyanúgy él, de mégis megbetegedett. Hát pontosan ezért. A férfiaknál ugye a csontsűrűség csökken, a csontvesztés állapota az folyamatos, mondjuk 25 éves, 30 éves kortól, ameddig a csont tömeg fölépül, utána elkezd ez leépülni, szép lassan ezt karba lehet tartani, megfelelő D-vitamin, megfelelő kálciumbevitellel, megfelelő mozgással. Ez rendkívül fontos 40 éves kor után. Aztán az is fontos még, hogy az izomszövet évi 1%-ot épül le. Tehát egy férfi ember 30 éves korához képest a 40 éves izomtömeg az 10%-a kevesebb, 40-től 50-ig 20%, ha nem csinál semmit, ha mozog, ha sportol, ha jól táplálkozik, meg tud őrizni. Ha később kezdi el, egyre nehezebb. Tehát a 40 éves kor, én úgy látom, hogy az embereknél az egy ilyen határ, egy ilyen döntő pont, amikor eldől az, hogyha egy ember odafigyel az egészségére, az életére, nagyon ki tudja nyújtani az egészséges fit korszakot. Ha nem figyel oda, nagyon hamar jön a szakadék, és már csak a bot meg a járókeret marad később, 60 éves korára esetleg már. Itt Magyarországon mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mennyire figyelnek oda 40 éves kor után az emberek erre? Hát az a baj, hogy 30 éves korban se figyelnek, meg 20 éves korban se figyelnek. Tehát eleve nincs a köztudatban benne, már gyerekkorban, fiatalkorban a mozgás. Az, hogy mennyire fontos az, hogy tornaórán, ne csak tornaórán mozogjunk. Tehát a magyar gyerekeknek a nagy része a tornaórán kívül nem mozog, nem megy el sportolni. A 20-30-es években teljesen leáll, mert dolgozni kell. Tehát ez egy olyan szerencsétlen konstelláció, hogy a megélhetésért való küzdelem miatt a testmozgása már nem marad erő, nem marad energia. Fejbe az ember hazamegy a munkából, úgy le van zsibbadva, hogy semmi az nincsen kedve, csak leülni a tévé elé, vagy a gép elé, és akkor valamit csinálni. Tehát eleve már 20-30 évesen nem alapozzuk meg azt a fajta életformát, amiben a mozgás az nem egy extra, hanem az természetes, hogy hetente mondjuk 4-5-ször egy órát mozgok, izzadok, lihegek, izomlázom van másnap.
Nagyon szépen köszönöm. Akkor tehát még egyszer biztos, ami biztos, elmondom a dátumokat. Szeptember 24, november 5-e és december 17-e Székesfehérváron a Technikaházában. Ingyenes előadásokról van szó, és mindenkinek szól. Hát ahogy hallhattuk, sajnos van mi javítani, és fontos ezekre a dolgokra felhívni a székesfehérváriak figyelmét is. Aki tehát kíváncsi ezekre az életmódtanácsokra, bővebben is azt a Technikaházába várják az említett időpontok alkalmával. Mielőtt megérkezik a fagy, sok teendő van a kertekben. Az ordidő beköszönte előtt jó, hogyha alkalmazunk néhány praktikát annak érdekében, hogy ne fagyjanak el növényeink. Most még szinte minden növény élvezheti az utolsó kellemes napsugarakat ebben a gárdonyi kertészetben, azonban ezekben a hetekben eljön az ideje néhány olyan növény betakarításának, melyek a gyenge hideget még bírják, de az igazi fagy már nagy kárt tehetne bennük, a növényeket azonban több módon is védhetjük. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy akadnak olyan növények, melyek időjárástól függetlenül igénylik a megfelelő vízmennyiséget, még a hidegben is. Mielőtt bejönnek a fagyok, a fagyra érzékeny növényeket védett helyre, fedett helyre be kell vinni. Vannak növények, amik plusz 10 fok alatt már károsodnak. Az évelő növényeket, azokat pedig, amik kint maradnak a szabadföldbe vagy cserébe, azoknak az öntözését vissza kell fogni. Aztán jön a lombkulás után pedig lemosó permetet adunk nekik, és akkor utána téli álmot aludhatnak a növények. Amik növényeket takarni kell, azokat is még a fagyok előtt takarjuk be, akár lombbal, vagy kukoricaszárral, vagy nátszövettel. Lényeg az, hogy vagy vannak fóliák is, ami légáteresztők, az a lényeg, hogy légáteresztő legyen, hogy ne füledjen be. Zöldségekkel is ugyanez a helyzet, tehát a veteményesben, hogyha egy kicsit kitekint. A veteményesben már van olyan növény, veteményben, amit el lehet vetni. Petrezselyen például, akkor fokhagyma, vöröshagyma, ezeket el lehet már dugdosni, hogy tavasszal korán legyen. Elő kell készíteni a talajt, ugye megfelelően fölásni, stb., és akkor el lehet vetni őket. Vízmennyiséggel mi a helyzet például télen, hogyha már egy kicsit jobban megérez. Ez egy nagyon jó kérdés, mert például itt vannak az örökzöldek, akik egész évben párologtatnak, mivel örökzöldek, legyen az lomblevelű vagy tűlevelű, ezeket télen és a fagymentes napokon öntözni kell. Nem sokat, de kell nekik víz. Zöld barátainknak tehát nem csak napfényre és melegre, de vízre is szükségük van ahhoz, hogy életben maradjanak. Télen ezekből jóval kevesebb áll a rendelkezésükre, mint a többi évszakban, ezért kénytelenek ügyes megoldásokat alkalmazni a fennmaradás érdekében. Ha a kemény fagy azonban túl gyorsan csap le, akkor a növényeknek nem marad idejük a megfelelő fagyálló anyagok kifejlesztésére, és így elpusztulhatnak. Ha megfagy a talaj, csak a legnagyobb nehézségek árán juthatnak vízhez. A hó segítséget jelenthet ebben, mivel valamivel melegebben tartja a talajt, és így a különböző fajok egyszerűbben juthatnak az életet jelentő vízhez. Amikor néhány hónap elteltével felmelegszik az idő, és a növények megérzik az első bágyat napsugarakat, megkezdődik az újjászületés folyamata. Elsőként a hóvirág bukkan elő az avarból, majd hamarosan követi az ibolya és a többi kedvelt virág. Honvédelmi csapatversennyel indult a 10. Honvéd Fesztivál. A részletekkel Dávid Renáta jön. A gyerekek tulajdonképpen már felkészültek a hétvégi csatára, csatatéri sokadalomra, és hát ehhez egy nagyon fontos lépés zajlik most a háttérben. A gyerekek tulajdonképpen egy honvédelmi sátrat készítenek most elő itt a Pákozdi Honvédelmi Fesztivál keretében, melynek az első helyszíne és első feladatai Székesfehérváron zajlik, méghozzá az István Király Általános Iskolában. Görög Istvántól kérdezem tulajdonképpen, hogy hát mire is szolgált, kicsit vezessük be a nézőket abba, egy ilyen katonai vagy honvédelmi sátor. Hát ennek a sátoros feladatnak, hiszen ez egy a 15 között, a 15 közül az a fő feladata, hogy a gyerekek összehangolt működést produkáljanak, hiszen csak összehangolt és cselekvés sorozattal tudják elérni, hogy sikeresen felálljon a sátor. Tulajdonképpen most már a 10. alkalomnál tartunk, nagy népszerűségnek örvend a program, de mi is a rendezvénynek a célja? A rendezvény célja, hogy felhívja Magyarország
polgárainak a figyelmét arra, hogy a honvédelem össztársadalmi ügy. 1848. szeptember 29-én zajlott a pákozdi ütközet, amely a fiatal honvéd seregnek első és egyben győztes csatája volt, és amely megmutatta azt, hogy népünk összefogásával sikerül az elős ellenséget is megállítani. Ez adott reményt arra, hogy a szabadságküzdelmet tovább kell folytatni, és meg is kezdődött népünk talán legnagyobb közös vállalkozása, a szabadságharc. Az általános iskolás gyerekek a szóban forgó helyszínre, tehát Pákozdra is ellátogatnak majd. Mi lesz tulajdonképpen ennek a hétnek a menete? Valóban mai nap Fehérváron kezdtünk, de holnapi naptól már Pákozdon a Katonai Emlékparkba folytatódik a rendezvénysorozat. Ekkor egy számháborúra kerül sor, 200 gyerek fog egy nagy számháborús feladatot végrehajtani a holnapi napon. Holnap után szintén egy ifjúsági programra kerül sor, amelyet a Budapest Helyőrség Dandárral közösen fogunk végrehajtani. Csütörtökön a Hazafiság iskolájának egy nagy módszertani bemutatójára kerül sor. Pénteken a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének középiskolások, illetve főiskolások és egyetemi ifjúság részére szervezett honvédelmi versenye lesz. Az már egy nagyobbaknak készül, és ott a Velencei tó környékén lesz. Szombaton tartjuk meg a híres csatatéri sokadalom nevezeti családi programunkat. Ezt a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával egy nagyon nagy, ténylegesen családi, tehát felnőtt és gyermekprogrammá tudtuk fejleszteni. Ezen a napon vendégünk lesz dr. Simicsko István is, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. Ismeretes az eredetileg 1848. szeptember 28-29-én zajló eseményeknek két központi emlékezési helye van. Az egyik szeptember 27-én tartjuk a Sukorói Református templomban megemlékezést, majd 29-én pedig a csata emléknapján emlékezünk. Köszönöm szépen Görög Istvánnak. Holnap, tehát a keddi nap számos meglepetést ígér, szó szerint a gyerekeknek, ugyanis számháborúban vehetnek majd részt Pákozdon. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!